szerdára viradóan 3005 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 115, többségében idős krónikus beteg, 3854 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírus variáns Magyarországon is terjed, hazánkban eddig 68 omikron esetet igazoltak, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat, és a megerősítő oltás felvételére a 4 hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírus variáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett az országos oltási munkacsoport a házi orvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat. Szilveszter éjfélkor új évet köszöntünk, tűzijátékot nézünk, kocintunk, január 1-én pedig lencsét főzünk, fogyasztunk, hogy szerencsénk legyen. Régen nem csak ezek a szokások léteztek, többféle hagyomány volt az év első és utolsó napjára vonatkozóan. Lukács László néprajzkutató elmondta, a szilveszter és az új év hagyománya összefüggött. Elődeink viselkedésükkel, táplálkozásukkal szerették volna jó irányban befolyásolni a következő évet. Nem estek halat, mert azzal elúszott a szerencse, disznót fogyasztottak, mert az betúrja a szerencsét a házba. Különböző más hagyományok is voltak szilveszterkor, új évkor. Pogácsába, ugye tollat szúrtak, mindegyik leány egyet, és akkor megjegyezik, hogy melyikinek a tolla. És aki először megpörkölődött, akkor az vagy egyes vidékeken úgy magyarázták, hogy ez meg fog betegedni az új évben. Mások szerint pedig az megy legelőször férjez a családban. De ugyanígy jósoltak a gombóccal is, ugye gombózba is beleraktak kis cédulákat, amivel a fiúknak, legényeknek a nevét írták föl, és amelyik, akinek először, vagy amikor az első gombóz följött, a forró vízből ezt kikapták, és hát megnézték, hogy milyen nevű lesz a férje a leánynak. A magyar rendőrség Facebook oldalán hívja fel a figyelmet a szilveszterre vásárolt pirotechnikai eszközök használatára. Mint írják, a szabályok nem változtak az elmúlt egy évben, továbbra is tilos petárdát vásárolni, birtokolni, felhasználni. Ha valaki nem tartja be a szabályt, akkor akár 150 000 forint bírságot is kaphat. A tűzijátékok vásárlásánál érdemes megnézni, milyen besorolású a termék. 1-től 4-ig terjedő pirotechnikai osztályt különböztetünk meg, ahogy növekednek a számok, hogy szigorodnak a használati feltételek is. Az egyes pirotechnikai osztályba tartoznak a nagyon alacsony kockázatú és elhanyagolható zajszintű termékek, amelyeket akár zárt térben is lehet használni. A 3-as pirotechnikai osztályba tartozó termékek kizárólag szabad térben használhatók. Ezeket december 28-a és 31-e között engedély nélkül lehet megvásárolni, birtokolni, és december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig használhatók fel. A fel nem használt terméket a forgalmazónak január 5-e 24 óráig vissza kell vinni. Szerdán 3. napjához érkezett az ünnepi fehérvári futballfesztivál, amelyet a Mindig Vár Nonstop és a Videóton FCF baráti kör szervez évről évre. Idén is kupákért folynak a küzdelmek. Szerdán a profi csapatok mérték összetudásukat, fehérváriak is versenyeztek a továbbjutásért. 4 darab 4-es csoportban 16 csapat küzdött a továbbjutásért, minden csoportból az első 2 jutott tovább, a csütörtökön délután 2 órakor kezdődő egyenesági küzdelmekbe. Érdemes követni a Videóton FCF baráti kör egyesület honlapját és Facebook oldalát az aktuális eredmények és a menetrend miatt. A tornát a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedéseknek megfelelően védettségi igazolvány bemutatása után lehet látogatni. Kezdetek kezdetén 21 év ezelőtt egy kupa volt, illetve pár gálameccs, azóta ez átalakult és 5 darab kupa jelképezi a tornát, azért is hívjuk futball fesztiválnak, ez egy gyűjtő névlet, és a gálameccs is megmarad. Van női kupa, van öreg fiú kupa, van gyerek kupa, most volt egy emléktornánk, illetve van a profi kupa, amiknek a küzdelmei ezekben a pillanatokban is zajlanak, ahol sajnos egyre kevesebb fehérvári fér bele, az látható, hogy az utánpótlás döcög. Tehát azok a tradicionális csapatok, akik szerettek ide járni a Vokba, azok megmaradtak, de ahogy kirögednek, nem jönnek új fehérváriak, ezt nagyon sajnálom. Jövőben ki kell erre valamit találnunk, hogy legyenek fehérvári csapatok újból többen.
Kedden este a Masterplast Skills Challenge várta az érdeklődőket, sportolni vágyókat az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban. A rendhagyó programon a játékosok 4 különböző számban mérhették össze a tudásukat. A közel 2 órás este során kiderült, hogy ki korcsolyázik a leggyorsabban, ki lő a legerősebben, illetve a legpontosabban. A Masterplast Skills Challenge végén 3-3 elleni játékban mérhették össze a tudásukat a csapat játékosai, ráadásul nem a megszokott összeállításban léptek jégre. A sorokat a szurkolók állíthatták össze a Fehérvár AV19 honlapján. A játékosok egymás között mérik össze az erejüket. Ugye ma normális esetben mérkőzés lett volna itt Fehérváron, de sajnos a Bratislavában történt események miatt nem lesz. De mégiscsak szerettünk volna így karácsony után egy ilyen könnyedebb eseményt itt létrehozni, amiben remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni, játékos és szurkoló is.